Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Bakó Tünde, művelődés szervező, szeretettel köszöntelek, szép jó napot kívánok. Köszöntöm én is a televízió nézőit. Azért hívtunk meg ide a stúdióba Tündi, mert lesz egy nagyon izgalmas program itt Moson-Magyaróváron, egészen pontosan május 4-én Japán napot tartunk, tart itt a Flash. És ahogy elnéztem így a programokat, nem bírtam kiírni és megjegyezni sem, mert annyi minden lesz, tehát az étkezéstől elkezdve az öltözéken át a harcművészetekig mindenféle szempontból megpróbáljátok bemutatni Japánt. Nekem legalábbis ez jött le, de hogy jön egy ilyen nagyon távoli kultúra egyáltalán Magyarországra, meg egyáltalán Moson-Magyaróvárra, tehát mi pont Japán? Vannak a világon olyan helyek, olyan országok, olyan népek, amikről, hogyha beszélünk, ha látunk akár filmeket, akár olvasunk könyveket, különleges érzésünk támad, valamiféle titokzatos világnak tartjuk, nagyon érdekel bennünket, ráizgulunk, hogy úgy mondjam. Az elmúlt évben és az előző évben is nagyon sok japán könyvet olvastam, japánról szóló könyvet olvastam, és nagyon szeretem a japán kultúráról, a japán életről, a japán hagyományokról, szokásokról szóló könyveket, történeteket. És nem csak én, hanem ahogy körbekérdeztem, nagyon sok embert érdekel, nagyon sokan szeretik. Ennek a legékesebb bizonyítéka például a Magyar-Japán Baráti Társaság léte, amelynek ilyen. 30 éve, tavaly, 2017-ben volt 30 éve, hogy megalakult a Japán-Magyar Baráti Társaság, és azt lehet, hogy nem is tudják nagyon sokan, hogy 1869-ben vette föl Magyarország és Japán a diplomáciai kapcsolatokat. Érdekes, különleges. Úgy érezzük, hogyha egy picit bepillanthatunk ide, akkor olyan dolog történik velünk, ami nem mindennapi. Apró csodák, apró különlegességek, ami érdekel bennünket, amire szívesen odafigyelünk. És amikor ezt az ötletet igazgató úrnak felvetettem, neki is tetszett, és azt mondta, hogy csináljuk, legyen. Biztos, hogy nagyon-nagyon sokan fognak érdeklődni. Mert ugye a keleti kultúra azért itt van, itt Moson-Magyaróváron is azt gondolom, hogy azért jó néhány kínai származásúval találkozhatunk, tehát őket már úgy elfogadtuk, meg olvasunk róluk, meg beszélgetnek akár a boltokban, tehát lehet egy-két dolgot tudni, nagyon szívesen válaszolnak egyébként, hogyha az ember úgy elmegy, és akkor itt, hogy van nálatok, meg az ilyesmi. Egy másik világ. De ez egy teljesen másik világ. Tehát Japán az tőlünk még távolabb van, úgymond. Hát azért mindenképpen azt hiszem, hogy nem fogom felsorolni azokat a filmeket, amiket láthattunk, amik fölkeltik az ember érdeklődését. Ez arról szól, hogy belepillanthassunk egy picit a japán hagyományokba, a múltba, a kultúrába, és lehet itt a gasztronómia, lehet itt az öltözködés, lehetnek itt a szokások, a hagyományok, minden olyan dolog, ami számunkra különleges, teljesen más, mint amiben mi élünk. Nyilván nem lehet összehasonlítani a mi hagyományainkat, és mégis a két nép baráti nép egymással. Téged mi fogott meg egyébként a japán kultúrában? Volt-e valami egy olyan dolog, ami nagyon bejött, sok, vagy úgy az egész minden? Sok. Nagyon sok. Még azt is kell mondjam, hogy jó néhány japán krimit is olvastam. Nagyon a fiataloknak az anime, azok a harcművészetek, amiket nagyon sokan a lélek és a test épülésére művelnek. Tehát a keleti kultúrák mindig nyilván eltérnek a miénktől. Más, különleges. Mindig vonza az embert az, amit nem ismer, de meg szeretne ismerni, amit másnak tart, különlegesnek tart. És ahogy mondtam, jövőre lesz 150 éve, hogy Japán és Magyarország fölvette a kulturális kapcsolatokat, és most még nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy még több program legyen az országban, és a Magyar-Japán Baráti Társaság bizony a Gésák a Dunaparton című kiállítástól elkezdve mindazok a lehetséges helyek, fórumok, vagy akár a haiku költészettel kapcsolatban versenyek kiírása, de nem kell messzebbre menni, Győrben is működnek olyan csoportok, itt is működnek olyan csoportok, akik a japán kultúrát ismerik, szeretik, ismerkednek vele, és akik hozzánk közel vannak, a Magyar-Japán Baráti Társaság szombathelyi csoportja. De ami ebben a lényeg, hogy ezekben a társaságokban olyan emberek vannak, akik nem csak beszélnek, hanem aszerint is élnek,
amit nekik a japán kultúra jelent. Csak két nevet emelnék ki, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke professzor dr. Vihar Judit, akinek például a japán császárság is magas kitüntetést adományozott, és az egyik legnagyobb segítőm volt ennek a napnak a megszervezésében, és meg kell, hogy mondjam, hogy nélkülük, nélküle nem jöhetett volna létre ez a program. A másik, akit kiemelnék, Schmidt Csilla, aki a Magyar-Japán Baráti Társaság Szombathely elnöke. Igen, azt láttam, hogy Szombathelyen, mert több ilyen japán napot tartottak mert az elmúlt évben. Elképzelhetünk, hogy mit szeretnénk mi idehozni. Kiválaszthatunk olyan dolgokat, amiket érdeklődésre méltónak tartunk, és amit különlegesnek, mert ahogy láthattad, és remélem, hogy sokan látták már a programunkat, a plakátunkat, olyan dolgokat igyekszünk, amivel nem minden nap lehet találkozni. Ami egy olyan szelete a japán kultúrának, ami talán még egy pici titkot is rejt nekünk, és remélem, hogy ezek a titkok ezen a napon meg is mutatkoznak. És a Schmidt Csilla, például amióta én voltam nála kiválogatni, ugye mert egy kimono és japán baba kiállításunk lesz az anyagot, már kétszer volt kint japán, csak ez alatt a két hónap alatt. Tehát ami nekünk életünkben, azért mondom, talán nekik, sem nekik ez az életük, ez egy életforma náluk, gyűjtik az anyagokat. Vihar Judit írja a haiku költeményeket, versenyekre megy vele, ez szerint élnek, eszerint élik az életüket, és próbálják ezeket a ruhákat, babákat, tehát minden ebben a kultúrában megismertetni, és mással is megszerettetni, mert ennek ez a lényege. Megismerni, megszeretni. Felkelteni az érdeklődést, kielégíteni az érdeklődést, és hogy tovább vigyed ezt. Ezen a napon az egész intézményben, tehát május 4-én pénteken délután 13:30-tól mindenhol japánról szól majd az összes program, előadás, lehetőség. Egy ünnepélyes megnyitóval kezdünk, ami a köszöntőn kívül, amit Csiszár Péter igazgató úr és Árva István polgármester úr fog tartani, professzor dr. Vihar Juditnak az ünnepi beszédével fog zárulni, és ezt követően indulnak a színesebbnél színesebb, remélem mindenki számára vonzó és érdeklődést felkeltő programok. Most ezt mind felsorolni, azt gondolom, hogy lehetetlenség, meg úgysem néhányat kiemelnék. Igen, valami ízelítőt azért adjunk. Hogy... és egy-kettő olyat, ami tényleg érdekes lehet, ami hosszabb ideig itt marad, amit mondtam is, hogy a kimono és japán baba kiállítás, ami egy tárlatvezetéssel is össze lesz kötve, tehát nem csak a kiállítás, ami május 28-áig tekinthető majd meg, hanem aki szívesen hallani ha is ezekről a kimonokról, hiszen ezek egy különleges ruhadarabok, az vegye részt, és hallgassa meg, amit a Schmidt Csilla ezekről a kiállított tárgyakról, kiállított ruhákról, babákról, dísztárgyakról mondani tud. De lesznek Japánról szóló előadások, magáról, a Szigetországról, amit ugye sokféleképpen nevezünk, a felkelő nap országa, Nippon, nagyon sok elnevezés van. Lényeg, hogy nagyon sok mindent megtudhatunk majd ebből az előadásból. De nagyon sok mindenkit érdekel a japán gasztronómia, az étel és italkultúra. Aki erről minden lesz, de még ezt hadd fejezzem be, hogy ugye nem mindennapi lehetőség, hogy itt Mosonmagyaróváron sushit kóstoljunk, a Bambuszliget étterem jó volt, ahol ezt megtehetjük. Igen, Budapesten van bőven, de Mosonmagyaróváron nincs. Tehát igen. El lehet jönni, meg lehet kóstolni, és ugye mellé lehet egy előadást hallgatni a japán italukról, és lehet részt venni egy kóstolón is. A kimono viselet az egy különleges dolog. Bemutatót fogunk látni, legalábbis akit érdekel, a kimonóról. Megmutatja, mi van a kimono alatt, hogy kell fölvenni, hogy kell viselni. De lesz lyukatadivat bemutató, és azokat a lyukatákat majd segítséggel föl is lehet ölteni, föl lehet próbálni, és még fotókat is lehet készíteni. De azt gondolom, hogy te a szertartás, harcművészeti bemutató, kalligráfia, ezek mind-mind olyan dolgok, amik mindnyájunkat érdekelnek. Az origami mindenkinek ismerősen cseng. Az illatjáték, a gójáték, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt lesz érdeklődése
méltó. De aki esetleg egy-két olyan japán ajándéktárgyat szeretne venni emlékbe, ami eredeti, arra is lesz lehetőség, mert japán ajándéktárgyak vására is lesz. De a nap során, ha valaki bejön, lehet, hogy nem is fogja tudni, hogy merre induljon el, hova menjen, mit nézzem meg. Annyi érdemes eldönteni, hogy melyik helyszínre szeretne menni, és érdemes már most bejönni a jegypénztárunkba, mert a programok legnagyobb része ingyenes, de regisztrációs jegyet lehet kérni, persze, és kell sokan is kérni, és akkor biztosan tudhatja az ember, hogy nekem ott meg lesz a helyem, amit én meg szeretnék nézni, meg szeretném hallgatni, azt meg is tehetem. Tehát lesz kimono, yukata, sushi, sake, amit akarunk, origami, játékok, gyerekeknek, felnőtteknek, és amit nagyon-nagyon jó szívvel ajánlok, minden érdekel engem, saját magamat is, de még soha életemben nem láttam élőben taikódob csapatot. És az Ataru Taikódob Ütő Együttes egy rendkívül extravagáns, tradicionális japán hagyományok alapján megkoreografált dobsóval várja az érdeklődőket. Ez lesz az este 8 órakor, ez lesz az est záró momentuma. Tehát a halk, finom, kellemes teaszertartás bemutatón, a kalligráfián át, a shinkendo az egy extra, az igaz kard útja, vagy a kard igaz útja, ahogy tetszik, bemutató, amit azért választottunk például, mert tudom, hogy itt nagyon sokféle japán sport, önvédelmi sport csapat működik, de shinkendo nincs. Remélem, hogy akik a japán harcművészetet szeretik és érdekli őket, el fognak jönni, és kíváncsian megnézik ezt, és például itt lesz Lajos Roland Kiyoshi, aki egyáltalán Magyarországon ezt a sportágat bevezette, és ennek a hagyományai alapján tehát tud beszélgetni bárkivel, azért nyilván vannak azonos pontok minden ilyen harcművészeti sportban, de ha azt mondom, hogy ikebana, az sem marad el, sőt, egy rövid előadás lesz, egy fél órás, de utána, aki szeretne részt venni egy ikebana készítésen, módjában áll Hajnal Krisztina, a Magyar-Japán Baráti Társaság főtitkára, aki az ikebana tagozat vezetője, a legszakavatottabb, aki ide bevezetheti az érdeklődőket ebbe a tudományba, ebbe a különleges, szépséges világba. Tehát akkor május 4-e, ez egy pénteki nap, ugye, hogyha jól néztem a naptárban, és 13:30-tól egészen este 9 óráig várjátok programokkal. 13:30-tól este 9 óráig, vagyis inkább azt mondanám 8 óráig, mert ugye 8 órakor kezdődik a zárókoncert. Nagyon nagy szeretettel, szívünket, lelkünket beletettük. A ház szinte összes dolgozója részt vesz abban, hogy ez a program zökkenőmentesen és izgalmasan és zavartalanul legyen a nézők örömére, kedvére. Tehát aki tud, jöjjön. Mi mindenkit nagy szeretettel várunk. Hát akkor én már nem is biztatok senkit, mert Tündi mindezt megtette. Május 4-én, tehát akkor várnak mindenkit szeretettel. Hírháttér című műsorunkat látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!